Ukrajna. Hétfőre terveztem egy több témás heti hatást, mert hát a héten azért bőven történtek dolgok, de Ukrajna. Borzalmas, ami történik, és ebben a pillanatban nem érdekel, hogy ki kezdte, melyik állam érdekei hogyan sérültek, és ki volt az, aki tulajdonképpen csak visszaütött. Nem foglalkozom ebben a videóban azzal sem, hogy mi történik akkor, hogyha sokáig maradnak az oroszok, vagy mi lesz azután, hogyha elhagyják Ukrajnát. Nem érdekel, hogy ki lehet a következő célpont, vagy mennyire hathatósak a nyugati fellépések. Az pláne nem érdekel, hogy melyik hazai párt hogyan próbálja hitelteleníteni a másikat a kérdésben, választási kampányban. Az viszont igen, hogy hétköznapi civil emberek kényszerülnek arra, hogy egyik pillanatról a másikra elhagyják az otthonukat, a hazájukat, a szülőföldjüket. Biztos vagyok benne, hogy ha más konfliktusoknál nem is, most azért, hogy itt zajlik a szomszédban, nagyon sok ember átgondolta azt, hogy hasonló helyzetben meg tudná ezt tenni. Össze tudná pakolni a cuccait, bezárni maga mögött az ajtót és elindulni. Én többször váltottam országot hosszú időre egyetlen hátizsákkal, de most azt hiszem elég nagy bajban lennék, ha ezt meg kéne tennem. Hatalmas segítségre van szükség. Ha megtehetitek, mert pedig azt hiszem, hogy sokan megtehetjük, legalább egy kicsit, segítsetek. A szokásos szervezeteken túl, Vörös Kereszt, UNICEF, Máltaiak, stb. Többen koncentrálnak most olyanok is az ukrán helyzetre is, akik egyébként máshol teljesítenek szolgálatot. A pénzadomány viszonylag egyszerűen kivitelezhető, bankszámlaszámra utalással, segélyhívószám felhívásával, vagy közvetlen bankkártyás fizetéssel az adott szervezetnek a honlapján. Viszont arra figyeljetek oda, hogyha tárgyi vagy élelmiszer felajánlást tesztek, akkor mindig nézzétek meg az adott szervezetnek a honlapján, hogy pontosan mit gyűjtenek, hol és milyen körülmények között. Iszonyat meló a szervezés, úgyhogy legyetek egy kicsit proaktívak a tájékozódásban, mert nincsen kapacitásuk arra, hogy minden egyes kérdésre válaszoljanak, pláne hogyha a legtöbben ugyanazt a kérdést teszitek fel. Ha esetleg még nem ismeritek, van egy Facebookos gyűjtő oldal, ahol folyamatosan frissítik, hogy hol és mivel tudtok segíteni, akár szállással vagy önkéntes munkával is, a linkjét berakom a leírásba. Azt tudjátok, hogy a YouTube-os reklámosztalékaimat mindig valamilyen jótékonysági szervezetnek ajánlom fel. Nemrég jött meg az újabb kifizetés, ezt most átutaltam a Budapest Bike Mafiának, illetve folyamatosan nézem azt, hogy hol tudnék jövő héten a leghatékonyabban segíteni. Ja, még valami, mindenkit máshogy érint ez a helyzet, nagyon sokan feszültek, szoronganak. Ráadásul mindenki máshogy dolgozza fel ezeket a feszültségeket, amit csak tetéz az, hogy egy választási kampány közepén vagyunk. Szóval kérlek, figyeljetek oda másokra, legyetek türelmesek és a szokásosnál is megértőbbek. Világnézettől függően, ha úgy érzitek, hogy segít, imádkozzatok, vagy fejezzétek ki máshogy az együttérzéseteket, de tegyetek is valamit, legalább egy picit. Hajrá! Sziasztok!